Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóleckében a Web of Science adatbázisról lesz szó. A Web of Science egy multidisciplináris adatbázis. A Web of Science segítségével a témájával kapcsolatos cikkek keresése mellett idézett hivatkozásokat is találhat, megtekintheti az impact faktorokat, és elemezheti a szakmai folyóiratokat. A Web of Science-t amit keres? Online források? Online folyóiratok, könyvek, adatbázisok menüponton keresztül az online adatbázisaink ABC rendben linkre kattintva érhetik el. Ha a W-t választja, akkor a Web of Science linkre kattintva jut el az adatbázishoz. A másik lehetőség a weboldalt az alábbi URL-en is el lehet érni. A kezdő oldalon automatikusan a Web of Science egyszerű keresési funkcióját fogja látni. A legördülő menüből kiválaszthatja, melyik adatbázisban szeretne keresni. A Web of Science Core Collection-ben és más adatbázisokban, vagy egyszerre az összes adatbázisban is kereshet. Az adatbázisok leírásához vigye a kurzort az adatbázis fölé. Ezután adja hozzá a kulcsszavakat a keresőmezőkhöz. A baloldali legördülő menü segítségével kiválaszthatja, hogy a Web of Science hol keressen a szóra, például téma, cím vagy más mezők között. A többi legördülő menüből pedig kiválaszthatja a megfelelő keresőoperátort. Keresési eredmények listáját lehetősége van átrendezni. Az alapértelmezett beállítás a releváns találatok szerinti rendezés. Ezt az exportálás kombi jobb oldalán található legördülő menü kiválasztásával módosíthatja. Az idézettség szerinti rendezés a legmagasabb első, Citations Highest First. Nagyon hasznos lehet egy téma legtöbbet idézett cikkeinek megtalálásához. A találati lista bal oldalán találhat szűrőket az eredmények finomítására. Például cikktípusok, közreadó folyóiratok, publikáció nyelve, vagy témakörök. Ezeknek a lehetőségeknek a tetején találja a gyors szűrőket. Ezek közül a rendszeres felhasználók számára a leghasznosabbak a legtöbbet hivatkozott cikkek, highly cited papers, és a legnépszerűbb cikkek, hot papers. Ebben az adatbázisban többnyire metaadatokat tartalmazó rekordok találhatók. Ha a Szegedi Tudományegyetem előfizetett egy tartalomra, akkor talál egy Full Text at Publisher linket, amely a teljes szövegű cikkhez irányítja Önt. Ha egy cikk nyílt hozzáférésű, Open Access, a jelölő négyzet alatt egy nyitott lakatot talál. A kiválasztott rekord címére kattintva egy olyan oldalra kerül átirányításra, amely további információkat mutat az adott cikkről. Például a hivatkozó cikkek a Web of Science Core Collection-be indexált folyóiratokban, hogy hányszor idézték az összes Web of Science adatbázisban. Lefelé görgetve láthatjuk a folyóirat aktuális impact faktorát és az idézettségi mutatóját. Ha részletesebb találati listát szeretne létrehozni, vagy érdekli a Clarivate más terméke, amely elősegítheti Önt a kutatásban, menjen a webofscience.help.clarivate.com oldalra. Köszönöm a figyelmet!